a Bartók táncegyüttesnél zenéltünk, tehát nagyon adva volt, hogy azok a gyönyörű, ezek válogatott gyönyörű lányok voltak, és hát képzett táncban, képzett lányok, képzett fiúk. Ők egymás közt is szerettek táncolni, meg mulatni, és mi ott voltunk zenészek, és ugye mindannyian fiatalok. Nagyon adódott, hogy egy-egy próba után, aminek vége volt, mint a 9:30-kor, az volt egy hely valahol, akkor menjünk el oda bulizni. És buliztunk, és ez így ment egész addig, még egyszer csak Sanyi és Dani akartak jelentkezni a Népművészeti Fiú Mestere címre. Akkor ők megkerestek valakit, aki viszont lemondta, ott maradtak. Most hát ez két jó komám, és akkor megkértek, hogy jöjjek. Úgyhogy el is mentem erre a versenyre úgy, hogy ők versenyeznek, tehát én játszom a dallamot, meg vezetem az egészet, de én nem vagyok benne a verseny. A zsűri akkor azt mondta a végén, hogy hát akkor ők úgy döntöttek, hogy engem is bevesznek a versenybe, és meg is kaptuk ezt a díjat. Magát azt a társas közeget, ami aztán a táncháznak ez a, én szerintem nagyon erős vonzását jelentette, ezt a muzsikás klub szülte meg. Hogyha olyan az a zene, és olyan az a helyzet, akkor az elég szürke, fáradt, nem tudom miféle pár kivirul, és egyszer csak gyönyörű lesz, és elkezdenek sugározni. Aztán esetleg énekelnek is, de szóval átalakulnak. Tehát akkor kezdtem megérteni, hogy a zene az nem ártatlan, és hogy nagyon-nagyon fontos, nagyon mélyre megy. Ezt a legelső lemezt gyakorlatilag az orosz megszállás ideje alatt született. Az összes olyan hagyományos zenét és területet fölmutatok hangszeresen, ami nem létezett a köztudatban. A valóságban létezett, és ezek azok a pontok, ami Szlavóniától Moldváig összeköti. Ez mutatja meg ennek a magyar etnikumnak, vagy a magyar etnikummal a kultúrájával átitatott nagyon sokféle népségnek, és ennek a csuda, bonyolult, vegyes dolognak ennek az egységességét szemben például a megszálló hatalom technológiájával. És ezt mindenki értette. A hagyomány az nagyon kicsiszolt, persze csak egyes területek eszközeivel, de totális válaszokat ad. Tehát ki benne van egy tényleg működő hagyományban, az totálisan kerül valahová. Van egy olyan hagyomány, ami hagyomány nagyon szervesen kapcsolódik a modern zenei világhoz. Hogy az a hagyomány, ha abba beleásom magam, akkor talán segít ezt a görcsöt, ezt a csonkolást egy kicsit föloldani, ha hagyom magam, de azon dolgozni kell. Nem magától megy, újra kell, tehát azt meg kell harcolni azért a kultúrája. Ez nem úgy van, hogy ott van, azt tessék, és akkor már ott van, nem.